hullik a kutya szőre, hogyan tápláljam. A szőrhullás az lehet egészséges is, lehet kóros is. A szőrváltásról beszélünk akkor, amikor a szezonok cserélődésekor a szőrét is cseréli az állat, tehát ilyenkor valóban kellemetlenül hullik a szőre, főleg lakásban tartott kutyánál ez kellemetlen tud lenni. Tehát ilyenkor segíteni kell a kutya szőrzetének a cseréjét, erre leginkább egyszerű táplálékanyagforrásként a halolaj nagyon jól megfelel. Táplálékához halolajat keverünk, abban nagyon sok olyan anyag megtalálható, leginkább a telítetlen zsírsavakat szeretném itt kiemelni, amelyek kifejezetten hasznosak a szőrbőr állapotának a javításában, viszont más módon is lehet, természetesen vannak ilyen gyógyszeres készítmények, amelyekkel szintén tudjuk ezt kezelni, tehát ezt mondjuk a szőrcserés állatra mondtam, hogyha a szőrhullás foltokban nem egyenletesen és nem szezonálisan értendő, akkor egészen más a megközelítés. Annak általában bőrgyógyászati oka van, akár komoly belgyógyászati háttérrel rendelkező bőrgyógyászati megbetegedés is lehet. Ilyen formán hormonbetegségek, hormonzavarok és különböző hiánybetegségek és hát számításba jönnek, mint okok. Ezeket az állatorvosnak hát előbb-utóbb ki kell találnia, diagnosztizálni kell, és ezeket az anyagokat részben pótolni kell, illetve a hormonzavarokat pedig kezelni kell, és ilyen formában akkor a megbetegedés is meggyógyulhat. Természetesen gyulladásos bőrmegbetegedéshez is társulhatnak szőrhullások, akár egy gombás, vagy egy bakteriális, vagy parazitás bőrmegbetegedéshez is társulhatnak szőrhullásos epizódok, események, akár foltokban, vagy nagyobb teret hódítva a kutyának egy bizonyos nagyobb test részét is érintve, például fiatalkorban a demodikózis számít egy ilyen fontos megbetegedésnek, amely a fogváltás idejében immuncsökkent állapotkor igen gyakori, vagy hát talán gyakoribbnak mondanám. Ez akár a pofán, a szemek környékén, az erőső végtagok felső felszínén, mellkas elején, tehát egy viszonylag kiterjedt formában is megjelenhet, tehát annak is szőrhullás az első tünete, de hát aztán annak aztán más tünetei is vannak még, úgyhogy tehát gyulladásos megbetegedéshez is társulhat természetesen szőrhullás, azokat kezelni kell.